Joanna Carnes, Csere Ágnes. Gregory Harrison, Forgács Péter. Robin Koch, Halálfélelem. További magyar hangok. Tolnai Miklós. Orosz Helga. Márai Erika. Molnár Zsuzsa. Németh Gábor. Szabó Éva. Magyar szöveg Fekete Zoltán, hangmérnök Kendi Lajos, gyártásvezető Terzsi Csilla, szinkronrendező Varga T. Józsa. A szinkront a Vipár Kft.-nek bízásából a Master Kft. Zenét szerezte Gary Shyman. Fényképezte William Wakes. Készült Robin Koch regényéből. Dr. Kessler! Már régóta keresek. Rendezte Larry Shaw. Kíváncsi voltam, hogy mikor érsz ide. Na gyorsan hajtsd le, hogy minél előbb meglátszódjon rajta, de mi a felét keresek itt, Claudia? Az új szány megnyitását ünneplette, mondtam. Elnézést. És ismerkedsz az egyetemista. Gyakornokokkal. Az új szányra. Az új szányra. A Brandenburgbe igyekeznek azt tanácsoljuk, hogy a Washington Street-on ne kerülje meg. Egy balesetről kaptunk jelentést a helyébe. Gyerünk már, főnök! Kapjál valakit és érezd jól. Biztos, hogy Kenneth is örülne, ha táncolni látna. Amíg Kenneth él, egyszer sem látott táncolni. Igen, annál több a megfordulni valót.
Az a trükkje, hogy kell találnia valakit, aki utál táncolni, és rosszul is táncol. Akkor majd irgalmas szamaritánusnak tűnik. Sosem voltam az. Pedig minden jó is az. Főleg, akik maguk is betegek. Most miért mondjálsz? Mert ez volt. Jöjjön táncolni. Nem, kérem. Inkább... Ne feledjen, mint igazgató, bármikor beletekinthetek minden személy magára. És ha visszautasít, mesélni fogok arról a kis forradásról, ami... És ha megkérdik, hogy honnan tudom... Nem zsarolás ez, Mr. Montgomery. Magyarul dolog, de hatás. Azt hittem, megbeszéltük, hogy Philip neki. Ha tehát esetleg azt tervezték, hogy elmennek na, ennyit a körülbelül 15 perc múlva jelentkezünk a hírekkel. Gondolja le, kéne állítani? Azt gondolom, hogy a mi milyen tisztelt tudósunk bohócot csinál magából. Ez a barátnője. Viccel? A nagy doktor Hayes egy striptiz táncos nővel jár? Nem egy striptiz táncos nővel én. Megdöbbent? Tudja, mit gondolok? Azt hiszem, jobb, ha mindenki nevet rajtad, és boldog van, mintha tisztelnek és magányos. Maga flörtölve. Már jó ideje. Ha zavarja, csak szólj. Ma reggel 3 tűzriadó volt a házat. Azt elhiszem én is ráhagytani. Na, rendben van. Térjünk vissza az eredeti témákhoz. Helyes. Tehát, ma délutára tervezik a városi tanács. Tehát... Milyennek tartja az utcát? Nagyon üresnek. Az nem áll, mindenki ide akarnak kerülni. Ó, valóban? Igen, valóban. Nem állok meg csak egy szárny. Fogom ezt az elavult, lelakott dinoszauruszt és átváltoztatom egy... Modern kórházzá. Maga nagyon ambíciózus ember. Kíváncsi az igazság? Elértem a célom. Mindig orvos akartam lenni. Csak hát nem voltam túl jó a békavagdosásban. Ezért inkább közgazdász lettem. És most mindent el fogok követni, hogy ebből a legjobb egészségügyi intézményt valamilyen. És fordít is? Már kényesebb téma. Hogy milyen meleg van ott? Szörnyű hőség lesz, kedves hallgatóink. Mondhatni, gyilkos hőség. Utolsó hívás, Bajti. Áramot! Átveszem rá, ő az én paciensem. Áramot! Eddig már 6-szor próbáltuk, Jennifer. Áramot! Oké. Atropint. Már kapott. Epit. Csináltuk. Már 35 perce foglalkozunk ezzel a pasival. Nekem miért nem szólt senki? Tudja, Jen, nagyon el voltunk foglalva. Szívtűt. Ez nem szívroham, Jennifer. Nézd a száját. Ez vér. Vénás, nem artériás. A pasiban szétrobbant valami, és nem csak egy aorta. Megröntgeneztétek? Minek? Mindketten tudjuk, mit látnánk. A fickó kinyúlt, mint egy szétnyomott szőlőszem. Ralph! Egy új pumpa nélkül senki sem segíthet a fickon, és ő nem tudja megvárni, amíg találunk egyet. Szívszakadás volt, Jennifer. Te is tudod, én is tudom. Fogadd el.
Nincs két hónapja, hogy megvizsgáltam ezt az embert. Volt néhány elgondolkoztató adata, de ez több, mint különös. Sajnálom. Két hónapja vizsgálta meg a férjemet. Két hónapja. Miféle orvos maga? Az a sok vizsgálat is mind hiába. Még csak 56 éves volt. Még sok boldog éve lesz. Ezt mondta neki. Sok boldog évet emlékszik. Maga őrült. 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 A férjem meg halott. Mrs. Herring. Ne nyúlj hozzám. Jennifer. Jennifer. Várj. Jennifer, jöjjön be. Jól van. Szüksége van egy vára, hogy kísérjen magát. Köszönöm. Csak szóljon. Nem most, Claudia. Nem Claudia vagyok. Dr. Hayes. Tudom, hogy elfoglal, de beszélnünk kell. Velem? Miért? Miért velem? Hát maga ennek a kórháznak a főorvosa, vagy tévedek? Igen, én vagyok az. Akkor maga az az ember, akivel beszélnem kell. Sajnálom, hogy zavart vagyok, de most vesztettem el egy páciensemet. Új orvost választott? Nem, úgy értem. Úgy érti, hogy meghalt? Igen. Akkor mondja azt, hogy meghalt. Azt, hogy elvesztette. Semmi baj a meghalt, halott, halál szavakkal. Ezek a helyes szavak, Dr. Kessler. Az eufémizmus a gyerekeknek való. Beszélnem kell önnel. Parancsoljon. Nem, nem itt. Ó, hol? Azt nem tudom, hol. Vacsorázzunk együtt. Nos, nem lehetne... Ez nagyon-nagyon fontos. Ma este? Hol? Az mindegy. Rendben? Rendben. Akkor 8. Rendben. 8 mi? 8 óra. Vacsora. Ah, te és Mr. Newsweek és Time címlap édes kettesben fogtok vacsorázni. Nem tudom, miről akar velem beszélni. Két szót se szólt hozzám, amióta itt dolgozik. Ismerős vagy a hormon és DNA technológiában? Nem. Az Ken szakterülete volt.
Cedric Herring meghalt 45 perccel ezelőtt. Tudom, hogy nemrég járt itt. Csak azt nem értem, miért jönnek hozzánk évente ellenőrzésre, ha úgysem fedezzük fel időben a veszélyt. Igazad van. Claudia, keresd elő az összes páciensem aktáját, akit megvizsgáltunk az elmúlt 6 hónapban. Azonnal. Valaki követett idáig. Biztos benne? Jó, igen, biztos. Hol biztos? Meg akarnak ölni. Hozhatok valamit inni? Beszélgetünk! Beszélgetünk! Dr. Hayes, miért akar találkozni? Nem sokat tud a munkámról, ugye? A növekedéssel, a fejlődéssel. Hogyan indulnak be és állnak le a gének? Ha rájövünk, hogy indítsuk be a megfelelő gént? Bármit megtehetünk az emberi testtel. Bármit! Befolyásolhatjuk a sejtosztódást, hogy új szívizmot alkosson a szívroham után. Megállíthatjuk a rákos folyamatokat. Végtelenek a lehetőségek. Néhány hónapja. Jelentős áttörést értem el. Dr. Hayes, jól van? Jól vagyok. Nem néz ki túl jól. Ó, jaj. A látnok főorvos.
Elnézést. Azt mondta, néhány hónapja jelentős áttörést ért el. Igen, ez Nobel gyanú volt. Kérem, higgyen nekem, Nobel gyanú volt. De nem mondtam el senkinek, és azért nem, mert rájöttem, hogy ez csak az első lépés valami még nagyobb felé. Ez olyan szomorú. Olyan nagyon szomorú. És mi az? Dr. Hayes! Dr. Hayes! Istenem! Segítsenek! Ön rokon? Nem, kolléga vagyok. És mi történt? Elvérzett a vacsora asztalra. Ki az? Dr. Elvin Hayes. Aha. És maga ki? Dr. Jennifer Kessler. És maga? A nevem Michael Curran, gyilkossági csoport. Gyilkossági? Akkor hát, igaz? Micsoda? Dr. Hayes azt mondta, valaki meg akarja ölni. Ezt mondta? Igen, ezt. Bocsásson meg, de tele vagyok megoldatlan gyilkosságokkal. Reménykedtem, hogy természetes halállal halt meg. Hát, igen. Igen? Ha a tüdőrákot természetesnek tartja. Tüdőrák? Csak tippelek, felügyelő, de a vérszín alapján ítélve, ami a szájából jött, úgy vélem a tüdőből származik. Habos volt? Élénk vörös? De éppen most mondta, hogy valaki meg akarta ölni. Ezt ő mondta. Türelmes gyilkosok lehettek. Tessék? A tüdőrák elég lassú módja az öngyilkosság. Nem úgy értettem, hogy a tüdőrák... Menjünk. Nézzük meg Danforth-ot, oké? Okay? Jöjjön, menjünk. Ezt már nem kell őrizni, de... Curran, ezt nézd meg. Látod? Mondtam, hogy az artéria nem sérült, legalábbis nem golyótól. Igen, ez túl tiszta. Így van. De szükségem lenne rád. Jó, csak ezt befejezem. Ó. Dr. Danforth, orvos szakértő. Bemutatom Dr. Kesslert. Az egy órája elhunyt Elvin Hayes barátja. Dr. Elvin Hayes a növekedési hormonnal foglalkozott. Ő halt meg. Ott fekszik az egyik asztalodon. Miben halt meg? Majd te megmondod. Gyilkosság. Dr. Kessler szerint igen? Nem, én nem ezt mondtam. Miért akarna bárki megölni egy kutatóorvost? Én nem ezt mondtam. Mami, szabad? Na jó, nézzük csak. Ó, igen. Láttam egy előadását, lenyűgöző volt. Öregedés és hormonok. Mit gondol, miért ölték meg? Azt nem tudom. Megemlítettem a felügyelőnek, hogy Hayes azt mondta nekem, hogy meg akarják ölni. Hány éves volt? Nem tudom. Én fiatalabbra emlékeztem. Nézze csak. Látott már ilyet, hogy egy holttest haja így hulljon? Én még soha. Legalábbis nem ilyen fiatal. Most mindjárt felboncolja? Nem. Éhes vagyok. Itt a vacsora idő. Találtál valami érdekeset? Igen. Tényleg? Bizony, és tudom, ki tette. Ki?
Mr. Kátrány, Mr. Nikotin és Mr. Másodlagos dohányzás, csoportos támadás. Nagyon vicces. Na, akkor én megyek vacsorázni. Majd holnap felboncolom. Nincs evés. Lekaptam ennek a pasinak a kalapját. Amatőrök. Mikor kölyök voltam, minden srác pilóta akart lenni. Én pedig boncolóorvos. Hello, Jennifer. Filip. Honnan tudta, hogy itt vagyok? A rendőrség telefonált. Jól van? Nem tudom, látta ezt? Jöjjön, menjünk, hazavisz. Én nem is tudom. Lehet, hogy a felügyelő még akar valamit. Ő most lefoglalja, hogy felvágjon valakit. Észesen veszi, hogy elment. Na, menjünk innen. Az elmúlt egy évben már másodszor vagyok halott a házban. A férje? Hallottam. Csodáltam őt, tudja? Kiváló kutató volt. Szomorú, hogy elvesztette. Nem vesztettem el, meghalt. Bocsásson meg. Hayes mondott valami ilyesmit ma nekem az irodámban. Nem elveszíti őket, meghaltak. De tévedett. Elveszítettem. Tudod, hogy hiába mégis megpróbálsz reménykedni, hogy előkerül. Nagyon hiányzik. Azt hiszem, meg kéne hívni egy kávé. Nem szoktam kávézni. Bár úgy sem tud elaludni. Ahhoz meg túl késő van, hogy felhívja egy barát. Egész éjjel majd ébren ül és beszél a macskájához. Csak hogy nincs macskám. Tudom, hogy nincs, éppen erről beszélek. Szüksége van valakire, aki néha bólint és azt mondja, ha? Értem. Értem. Mit szól egy teához? Jaj, mi az ördögöt csinálok? Sosem láttam így mosolyogni. A dolgok változnak. Nem, a mosoly nem. Talán egy időre eltűnik, de ha igazán kell, előjön. Nagyon forró. És önnél mi a helyzet? Volt már nős? Nagyon régen. Még csak kölykök voltunk, akik játszanak, tudja? Se gyerek, se vagyontárgya. Csak néhány lemez, néhány könyv, használt bútorok. Mi volt a baj? Egy nap hazajött, és közölte, hogy elhagy. Mindent a padló közepére tettünk, amin csak volt. És kijátszottuk pókeren. De teljesen kifosztott. Egy lemezen maradt. Talán a Little Feet. És hogy jutott el a Little Feet-től a kórházi adminisztrációig? Úgy gondol rám, mint egy ellenségre, ugye? Magának csak egy öltönyös hülye vagyok, aki csak a pénzre gondol. Talán. Igen, orvos akartam lenni, mondtam már, mint az apám. De hát lebeszélt róla. Miért? Tudja, ő látnak. Meglátta, hogy változnak a dolgok.
hogy a gyógyítás helyét átveszi az üzlet, és azt mondta, ha igazán érdekel ez a pálya, tanulja meg a menedzserést. Mert te egy tapra esett menedzser, aki törődik a dolgokkal, többet tehet az egészségügyért, mint 10 orvos. És igaza volt. Szóval ezért hozott ide egy olyan világhírű kutatót, mint Dr. Hayes. Híressé akarom tenni a Carrington klinikát. Megveszem Hayes-t egy bizonyos összegért. Abban a reményben, hogy a 10-szeresét hozza be. Adományokkal, támogatásokkal, és ezt a pénzt arra használom, hogy más programokat támogatok. Például megelőző orvoslás, területi egészségügyi központok, vagy a gyermekvédelmi program. Olyanokra, amikre egyébként nem jutna pénz. Ez egy nagy küzdelem. Szóval hívott már valaki Phil-nek? Soha, legalábbis nem emlékszem. Na végre. Tudtam, hogy előcsalom. De csak egy érzés, amit elűszedsz. Nem akarom, hogy még rosszabb legyen, mint amilyen most. Igen, van abból, hogy itt tilos a dohányzás. A legkevesebb, amit egy orvostól elvárok, hogy pontos legyen. Üdvözlöm, Mrs. Bunchel. Köszönöm, hogy ide fáradt. Eloltanál?
Most, hogy végre megjött, elárulná, mi a fenét akar még tőlem? Tökéletesen kivizsgált már mikor is? Vagy 2 hónap? Leülne, kérem. A titkárnője azt mondta, nem érzi túl jól magát. Ha, ezt nem hiszem el. Azért rángatott be ide is ijesztett halára, hogy beszélgessen velem? Ezt telefonon is megbeszélhettük volna. Nyissa ki. Mondja, hogy érzi magát. Kíváncsi rá, hogy érzem magam? Úgy érzem magam, mint akit lerohantak, megfosztottak az alvástól és felhúztak. Hogy érzem magam? Pont úgy, mint az összes többi reklámszakember ezen a rohadt világon. Kész van már? Van valami problémája? Nincs. Nos, ez nem igaz. Valamitől hullik a haja. Mrs. Buncher, nagyon szeretném, ha befeküdne a kórházba néhány napra, hogy elvégezzek pár vizsgálatot. Van néhány tünete, ami kissé aggaszt. Ó, köszönöm, hogy eljött. Nincs még meg az összes eredmény, de mutatni szeretnék valamit. Nézze ezt. Emberi szövet. Helyes. Egész pontosan szív. Tardus McIntoshé. 100 éves korában hunyt el természetes halállal. Most nézze meg ezt. Szerintem egyforma. Szerintem is. Ez a szövet, mint a Dr. Hayes-é. De hát ő csak... 48 éves volt. Aortikus aneurizmusban halt meg, ami áttört a traheobronchikális fán. És most a 3-as számú minta. Ugyanaz. Tippeljen. Cedric Harry. Bingo! Az aortából. A szövet sajtszerű, omlós, teljesen elzáródott. És azt mondja, hogy ezeknek nem volt baj a szívükkel. Semmi. Jaj, ez hülyeség. Amikor felnyitottam a balkamrát, nem hittem a szememnek. Láttam már múmiákat jobb ketyegővel, mint ez. Ó, édesem, itt len már minden vicces. Igen? Igen. Oké, látszik valami tágulást? Nem. Itt? Nem. Itt? Oké. Mi a gond? Elvin Hayes, Cedric Herring. Az utóbbi 6 hónapban készült. Semmi sincs ott, igaz? Igaz. És ez az úriember itt, és még 4 másik, mind meghalt 4 hónappal az alapos orvosi vizsgálat után. Ha ütőértágulás miatt haltak meg, az csak a kép elkészülte után fejlődhetett ki. Hát, ennyit a mi alapos orvosi vizsgálatainkról. A boncolás szívkoszorúér megbetegedést mutatott. De mint tudjuk, ennek kifejlődése évekig tart. Mi a következtetés? Ebben a kórházban valami embereket van. Mi olyan vicces, Ralph? Jen, ugrálsz a műhibától a gyilkosságig, nem egész 10 másodperc alatt. Nem azt mondtam, hogy valaki, hanem hogy valami. Attól félek, hogy valamiféle járvány van itt. Ezek szörnyű állapotban voltak. Örülj, hogy megszabadultunk tőlük. Örüljek? Igen, nem tudunk olyan emberekre vigyázni, akik képtelenek arra, hogy vigyázzanak magukra. Igen, majd eszedbe juttatom, amikor a melkasodat markolászod és üvöltözöl a fájdalomtól. Nem, ne csinálj semmit, csak hagyj meghalni méltósággal, csak ennyit kérek tőled. Nem kérem, hogy valami túlbuzgó orvos mesterségesen életben tartson. Neked az életmentés túlbuzgóság? Ennek a kórháznak, vagy ha már itt tartunk, bármelyik kórháznak arra megy el a legtöbb pénze, hogy olyan emberek életét mentse meg, akik nem érdemlik meg. Jen! Jen! Kimenjek esetleg, vagy kell valaki, akivel ordibálsz? Utálom a férfiakat. Ó, Istenem, lefeküdtél vele? Kivel? Nem tudom, de reméltem, hogy kibököd. Na, ki volt az? Nem kell ahhoz lefeküdni, hogy megutáld. De elmélyíti a gyűlöletet. Valami vélelmet láttam hiszen aznap este. Én miért akart velem találkozni? Hogy miért? Mit mondott neked, mielőtt meghalt? Valamit felfedezett. Azt mondta,
Valami furcsát mondott, és olyan ironikus volt. Mégis mit mondott? Nem tudom biztosan. Nem tudom. Biztosan. Jennifer Kessler vagyok. Szeretnék pár szót váltani önnel, ha lehet. Jennifer Kessler vagyok. Helen Brankvist. Nagyon sajnálom, ami Dr. Haynes-szel történt. Ott voltam aznap este. Miss Brankvist, meg kell kérdeznem. Dr. Haynes mondott valamit. Közvetlenül mielőtt meghalt, valami jelentős áttörésről beszélt. Mi volt az? Még mindig nem tudom, hogy mit akar. Ugyanis nem értem a kérdését. Szóval nem tud semmit egy áttörésről, amit felfedezett. Nem. Az hogy lehet? Ön volt az asszisztense. Én is biológus vagyok, mint Dr. Haynes. De ő kivételes képességű volt. Ha talált is valamit, az az ő titka maradt. Dr. Haynes valami olyasmit is mondott nekem, hogy meg akarják ölni. Nem tudja véletlenül, hogy miért mondta? Fogalmam sem. Egy pillanat. Évekig együtt dolgoztak. Ön szerint őrült volt? Nézze, nekem elmondhatja. Azt hiszem, jogom van hozzá, hogy tudjam. Ott voltam, amikor meghalt. Valamit el akart mondani. Nincs joga hozzá. Honnan lenne joga? Én meg ott voltam, amikor élt. Nagyszerű ember volt. Egyet értek. Segíteni szeretnék. Kinek? Neki. A hírnevének, az emlékének. Dr. Haynes elbűvölte a gének kibekapcsolása. Az elnyomás és a kinyilvánulás egyensúlya. Az elnyomó protein szerepe, hogy hogyan kötődik a DNA-hoz. Szeretné látni a 17-es kromoszoma táblázatot, amit ön készített? A növekedési hormonként használta, mint prototípust. Tudja, úgy gondolta, hogy a növekedési hormon lehet a betegségek legyőzésének kulcsa. Nem is tudom, hogy pontosan milyen adatokat is keresek én. Persze, hogy nem tudja. Ugye, megbocsát, Dr. Kessler, de nem érek rá. Elképzelhetőnek tartja, hogy Dr. Haynes felfedezése véletlenül elszabadult itt a kórházban? Elszabadult? Azt hiszik, földön kívülieket rejtegetünk a laboratóriumban, Dr. Kessler? A kórházban betegek halnak meg valamilyen ismeretlen betegségben. Ez is kérdés volt? Miért akar Dr. Haynes találkozni velem? Mit akart nekem elmondani? Kérem, menjen el. Maga oda nem mehet be! Hello, Jennifer. Ralph, te mit csinálsz? Egy nyulat etetek. És te? Azt gondoltam, ezek a halálesetek valami kapcsolatban lehetnek a laboratóriumban. Ah, persze. Az őrült tudós halálos vírust enged szabadjára, vagy valami ilyesmi, ugye? Lehetséges. Kérem. Ideje, hogy távozzon. Thank you.
És most próbáljon meg aludni. Yeah.
Dr. Kessler? Nem, nem mondja semmit. Tudom, teljesen véletlen, hogy itt találkozunk. Remek. Remek, mit csinál itt? Azt hiszi azért, mert zsaru vagyok, nem szoktam művelődni. Téve. 14 éves koromig modern táncot tanultam. És egészen pontosan az a táncosnő érdekel, aki Dr. Hayst is. És maga? Én is vele akartam beszélni. Igaz-e? Nem. Hát, nem jó, hogy itt beszélgetünk. Mi lenne, ha eltűnne? Egyébként akarja tudni, mi lett a boncolás eredménye? Mi? Kábítószer biztosan volt a dologban. Kokain. Ó, igen. Hész életvitele nem volt hitel. Mit akar ezzel mondani? Lányok, kábítószer, szerencsejáték. Nappal komoly tudós, de éjszaka a táncparkett ördöge volt. Maga mindenből viccet csinál, ugye? A világ egyik legelismertebb tudósáról beszélünk, a század egyik legnagyszerűbb koponyájáról, még a múlt évben is címlapon volt. Igen, a Time magazinén. Igen, akárcsak Jimmy Swaggart. Ő is kettős életet él. Tulajdonképpen megesküdnék rá, hogy egy fél órával ezelőtt még itt volt. Dr. Hayes alig ha volt drogfüggő. Danforth kokain talált a vérében. És ezt az $5 számlát találtuk a zsebében. Kokain volt benne. Tudja, papírba tekerte, és... Szép az élet. Mindenkinek megvan a maga hibája, doktor. Ez nem lesz jó reklám a kórháznak. Igen, tudom. Ezután csak $10 kérhetnek majd a vizsgálatokért 20 helyett. Valaki meg akarta ölni Dr. Hayst, ez igaz? Az Dr. Hayes volt. Jó ét. Menjen aludni. Krisztin, ellenőriznéd? Persze. Köszönöm. Lekapcsolnád, kérlek? Bocs a zavarásért. Hallottam, mi történt a pácienseddel. De mindent megtettél. Az a nő még csak 54 éves volt. Az orvostudomány hatalma véges. Nem a te hibád volt. Valóban? Véletlen volt. Minden véredénye ateromatikus volt. A nyaki verőerek alig voltak nyitva. Miért nem vettem észre? Néha a halál a legjobb megoldás. Hogy mondhatsz ilyet? Úgy értem, talán így volt a legjobb. Sok szenvedéstől menekült meg. A kórház pedig sok költségtől. Nem akarok mentegetőzni. Valóban aggódom a pénz miatt, amibe egy kezelés kerül. Minden beteggel törődöm a kórházban, Jennifer. Gondolod, ezt sokan elmondhatják magukról? Azt hiszed, ha valaki nem figyelne a pénzre, ti ilyen helyen dolgozhatnátok? Hogy működhetne? Beszélni akarok veled arról az éjszakáról. Kettőnkről. Tévedés volt. Nem, ez nem igaz.
Valóban nem. De nem hiszem, hogy... Nem akarom, hogy elfelejtsd őt. Mindig az életed része lesz. Csak azt kérem, hagyj egy kicsivel több helyet a szívedben. Nekem is. Egész nap senki nem volt a laboratóriumban, Dr. Kessler. Helen? Nincs. Hívták telefonon, de nem vette fel. Beengedne? Helen egy tesztet csinált nekem. Biztos az asztalán vannak az eredmények. Persze. Remek. Dr. Brenquist? Akar valaki egy friss nyullábot? Jól vagy? Igen, semmi baj. Ki a fene volt tulajdonképpen ez a Dr. Hayes? Valami őrült tudós? Tudományos zseni volt és úttörő a szakterületén. Hagyja a süketelést. Louis és Clark úttörők voltak. Valószínűleg ők is megöltek néhány állatot annak idején, míg elértek valamit. De aki ezt tette, nem valami kedves ember. Nézze felügyelő. Jól van, hagyjuk ezt. Oké? Miért is akarna bárki is betörni ebbe a laboratóriumba? Mit keres neki? Drogot vagy titkokat? Valószínűleg titkokat. Dr. Hayes mostanában valamiféle genetikai áttörésen dolgozott. De mindig publikálta, amit talált. Nem volt titka. Talán valaki nem akarta, hogy publikálja. Miért nem? Miért ne akarná bárki is? Hogy hasznot húzzon belőle. Nem tudom, csak kitaláltam. Én úgy gondolom, hogy Hayes kokain paranójával szenvedett, de maga azt mondta, hogy meg akarták ölni. Jó, hogy ő azt mondta, hogy valaki meg akarta ölni, tudom. Mikor látta utoljára Miss Brenquistet? Tegnap. Elmentünk egymás mellett. Egyszer. Ennyi. Sosem beszélt önnek valamiféle félelemről? Azt hiszem, mindenki egyetértett abban, hogy nagyon fura madár volt. Nézze felügyelő, nagyon fontos, hogy ezt ne hangoztassuk. Tudja, a kórház jövője foroghat kockán. Nem ismeretlen fogalom számomra a diszkréció, Mr. Montgomery.
Nem bánja, ha most hazaviszem doktor Kesslert? Igen, persze, menjen csak. De ne lepődjenek meg, ha reggel még fölteszek néhány kérdést mindkettőjüknek. Diszkréten. Köszönöm, Peggy. Hozzá menjünk, mert este nálam van szól. Csinálok neked egy sültőt. Jót fog tenni. Philip, tegnap Hész laboratóriumában jártam. Miért? Azt gondoltam, az elszaporodó kórházi haláleseteknek köze van az ő felfedezéseihez. Miből gondolod? Miért akart beszélni velem? De nem ez a lényeg, hanem az, hogy láttam Ralph Wanamaker-t az állatoknál. És aztán? Nagyon zavarba jött, amikor megláttam. Ezt elmondtad a felügyelőnek? Nem. Akkor nem tartottam fontosnak. De... Talán mert nem is nagyon fontos. Philip, emlékszel Hayes barátnőjére, Carol Donnerre, a striptease táncos nőre? Nehéz elfelejteni. Mit csinálsz? Én fejfájásra használom, de te aludni fogsz tőle, mint egy kis baba. Philip, igazán nincs ilyesmire de szükség. Dehogy nem ártalmatlan, csak szimmetrikus. Tényleg. Hova kéred? Nem. Ugyan, fáradt vagy, pihenned kell. Add ide a combodat, vagy magam fogom megkeresni. Oké, oké. Okay. Jó kislány. Várj, várj. Nem úgy fest a dolog, mintha értenél hozzá. De ez évek óta csinálom magamnak. Én vagyok az orvos, ez az én lábam, úgyhogy ha megengeded. Igen, és jól csinálom, figyelj. Emlékszel a békákra, amiket nem tudtál fölvágni? Add ide nekem. Halálosan meg vagyok sértve. Menj, idd meg a teádat, és nyalogasd a sérült egódat. Pihenned kell. Ne feledd. Rendben. Na, gyerünk. Jól van.
tessék. Dr. Kessler vagyok a klinikáról. Beszélnem kell önnel, Dr. Hayes-ről. Maga az, aki vele volt, amikor meghalt, ugye? Igen, én vagyok. Carol, azt hiszem veszélyben van. Beszélnem kell magával. Jó, rendben. Mióta van ez a köhögés? Nem tudom. Tudja, elég mocsok hetem volt. Szóval miért vagyok veszélyben? Azt hiszem, valaki megölte Dr. Hayes-t. Mindig mondogatta, hogy valaki üldözi. Azt hittem paranoiás. Talán igaza volt. Igaza volt. Mondta valamikor, hogy ki üldözi, és miért? Nem. Jennifer, mi a fenét keresel itt? Carol! Carol! Carol, miért folyik itt? De én eltűnök innen! Muszáj beszélnem veled! El kell mennem! Gyere! Gyere! Árulj el. Aznap este szenvedett Elvin? Nem. Nagyon gyorsan történt. Hát az jó. Az legalább jó, hogy nem érzett fájdalmat. Annál jobbat érdemelt. Jöjjön, menjünk el innen. Jöjjön. Menjünk be ide. Két kávét kérek. Atya, elég rossz paszban vagyok. Tudja, azelőtt nagyon jó kondiban voltam. Hetente négyszer jártam órára. Mostanában nincs kedvem menni. Tudja, én valójában táncos vagyok. Igen, tudom. Nem, úgy értem, igazi táncos. Egy nagyon jó társulatnál dolgoztam. Kaptunk egy szerződést San Franciscóba. Úgy tűnt, hogy csinem vagyok. Az egész csak csomagolásból állt pénz, persze nem volt. Az a baj, hogy nem mondják meg a kislányoknak, akik balerinák akarnak lenni, hogy nem lesz miből kifizetniük a lakbért. Ugye, igazán szerettem őt. Mit gondol, miért akarták megölni? Nem tudom. Nem mondta el nekem. Talán úgy gondolta, meg kell óvnia engem. Talán azt hitte, buta vagyok. Maga nem buta. Úgy hiányzik? Ezt az érzést ismerem. Arthur Miller és Marilyn Monroe. Azt mondta, mi szerelmünk ilyen. Két ember.
Aki egyáltalán nem illik össze. Azt mondta, hogy örökre nekem adja a fiatalságot. Istenem. Azt mondtam, megtalálta a fiatalság forrását. Csak nekem. Istenem, Istenem, Carol, Carol. Jöjjön, jöjjön gyorsan. Forrását? Pontosan ezekkel a szavakkal? Azt mondtam, megtalálta? Igen. Atya úristen! Ezért kutatták át a laborját, megpróbáltak ellopni. Nálam van a jegyzetfüzet. Megkért, hogy vigyázzak rá, nem tudom miért. Jegyzetfüzet? Hol van? Bent tartom a klubban. Meg tudnám mutatni nekem? Meg kell mutatnia. Igen. Bírja még? Jöjjön. Jöjjön. Gyorsan. Megtalálta. Azt a gént kereste, ami a test öregedését okozza, és megtalálta. Honnan tudod? Nálam vannak a jegyzetei. Persze csak a felét értettem, de biztos vagyok benne, hogy igazam van. Ezért a jegyzetfüzetért öltek. Jegyzetfüzet? Hol vagy Jennifer? A barátnőjénél az öltözőben, a Vortex Clubban. El tudsz jönni, értem? Igen. Igen, persze. Rögtön ott leszek. Aztán elmegyünk a rendőrségre. Oké, siess. Valami bajom van, ugye? Még sosem éreztem így magam. Próbáljon megnyugodni. Haldoklom, ugye? Pont, mint Elvin. Nyugodjon meg. Miért? Mit tettem? Semmit sem tett. Tudja... Reméltem, hogy kimászhatok innen. Volt már San Franciscóban? Még a férjemmel voltam ott. Mesélne róla? Mit csináltok ott? Arra emlékszem, hogy Ken vett ott nekem egy kalapot. És olyan furcsán hordtam. Kicsit oldalra billentve. Olyan jó volt. Különlegesnek éreztem magam. Nagyon félek, Jennifer. Ó, tudom, édesem. De én itt vagyok. Jennifer, mi történt? Meghalt. Ó. Hayes megtalálta az öregedési gént, de csak arra jött rá, hogyan indítsa be, arra már nem úgy, hogyan lehet leállítani. Ezért kellett ennek a kislánynak. Gyere, mennünk kell. Jennifer, nem vagy biztonságban, amíg nálad van a jegyzetfüzet. Nem tehetsz érte többet. Menjünk innen. Gyere. Gyere. Elnézést. Azért nem találtunk szívkoszorúért problémákat, mert nem voltak, de két hét múlva már igen. Napok alatt éveket öregedtek, Philip. És azt hiszem, a vizsgálat során adtak be nekik valamit, vagy amíg a kórházban voltak. És biztos, hogy injekció volt, mert szájon át a gyomornedvek hatástalanították volna. Valaki gyilkosságra használta fel Hayes találmányát. De miért? Fel kell hívnunk Jurat. Rendben, amint nálam leszünk. Hol a telefon? Jó, majd én felhívom. Jól van.
16-os körzet? Kapcsolja, kérem, küldöm felügyelőt. Remek. Remek, köszönöm. Már elindult. Philip, Hayes közel volt hozzá, hogy felfedezze a fiatalság forrását. Nagyon közel. Szeretlek, Jennifer. Mondani szeretnék valamit. A kezedbe teszem az életemet. Miről beszélsz? Csak figyelj! Sok ember van, akik csak azt szeretnék, ha láthatnák a klinika bukását. És hatalmas a bizottság nyomása, hogy sikeressé tegyem. És miért mondod ezt nekem? Nagyon keményen próbálkozom, hogy megmentsem a klinikát. Megpróbálok életeket menteni. Hisz, megadta a választ. Nem akarta, de megadta. Várj egy percet, én ezt nem értem. Én azt hiszem, hogy érted. Tudom, hogy fájdalmas, de eljött az idő, hogy valakinek el kell dönteni, ki maradhat életben, és ki nem. Istenem! Istenem! Nem. Hogy írt, hogy elvesztette? Hogy veszette el? És az a donor lány átvertek, uram. Átverték, remek! Oda mentem, hogy kikérdezzem Hayesről, nem voltam a kocsinál. Neki meg kellett volna várnia. Megfogtam az ajt. Doktor Kessler nyitott. Ekkor szaladt el tőlük. Nézze, felügyel. Megértem, hogy maguk a munkájukat végzik. De nekem is van munkám. Az én munkám az, hogy kiderítsem pontosan, mit tett Dr. Hayes vagy mások. És hogy megtaláljuk az ellenszert. És elzárhassuk. Mielőtt még valaki holtan esik össze. Még valaki? A francba. Mi bajuk ezeknek az embereknek? Nem tudják, hogy tele a hűtő? Kérlek, hallgass meg! És ha Huron besétál az ajtón, eldöntheted, mit teszel. Tied a választás. Megölted azokat az embereket. Gondold végig! Azok az emberek nem vigyáztak magukra. Dohányoztak, ittak, kábítószereztek. Huron maga mondta, lassan végeztek magukkal. Hagytad, hogy belőjem magamnak. Nem. Az nyugtató volt, esküszöm. Istenem, csak nem gondoltad. Tessék. Szeretlek, Jennifer. Ha valóban azt hitted, hogy el akartam venni az életedet, akkor tessék. Vedd el az enyémet. Gyerünk, szúrd belém! Gyerünk, csináld rajta! Philip! Soha nem tudnálak bántani. Ellent is megölted. Nem én voltam! Hát nem érted? Nem a levegőbe beszélek, hidd el, csak megpróbáltalak védeni. Figyelj rám, ez minden. Hayes kutatásaival, a jegyzeteivel. Te és én ezernyi életet menthetünk meg. És ezernyi másikat megmenthetünk a fölösleges szenvedéstől.
Istent játszol, Filip, nem veszed észre? Mind Istent játszunk, minden nap. Minden nap, minden pillanatban döntened kell, hogy életeket ments. Én meg azt döntöm el, hogy milyen felszerelést vegyek. Ha úgy döntök, hogy még egy tüdőszívgépet veszek, inkubátor helyett, valaki élni fog és valaki meghal. Választhatok, hogy valakit hagyok-e meghalni azért, hogy valaki más élhessen. Ez nem ugyanaz. Nem ugyanaz. Hogy hasonlíthatod össze a gyilkossággal? Tudod, mit csinálnak az ausztráliai benszülöttek, ha ikreik születnek? Az egyik kis babát belefojtják a vízbe, és tudod, hogy miért? Mert nem tudják mind a kettőt felnevelni. Ők is Istent játszanak? Vagy csak praktikusan gondolkodnak? Mi nem vagyunk barbárok, Filip. Mi civilizált emberek vagyunk. Ó, tényleg? A klinika nem törődhet mindenkivel, mert nincs rá elég pénz. Az országban egy kórháznak sincs elég pénze, Jennifer. Valakinek kemény döntéseket kell hozni. Kérlek, meg kell értened. Nem érted? Ez a természet törvénye. A természet elpusztítja azokat, akik nem tudnak magukra vigyázni. Nincs okuk a kórház pénzéhez, vagy olyan orvosokhoz, mint te. Csak tolvajok, akik ellopják az életet azoktól, akik megérdemlik. Nézd rám! Figyelj! Kérlek, Jennifer, nem vagyok szörnyetek. Ó, Istenem, mennyire szeretlek. Ha nem hiszel abban, amit tenni akarok, abba hagyom. Még ma. Most rögtön. Senki nem ér annyit. Mintha velem vagy. Tényleg hívtad a rendőrséget? Jennifer. Hazug vagy. És gyilkos. Miért nem használtál kést vagy pisztolyt, őszintébb lett volna? Jennifer! Gyűlölök téged! Jennifer, kérlek, ne! Egy órával ezelőtt a karjaimban halt meg egy ártatlan kislány. Mert túl sokat tudott. Mert nem tetszett neked az élet módja. És azt hitted, hogy én ebben részt veszek? Embereket ölök, hogy életeket mentsek? Hogy tehetted? Ugyan egy mentőautót kérem, és a rendőrséget is.
Szerettelek, Jennifer. Dr. Kessler, Jennifer. Dr. Kessler, jól van? Minden